Önök a Cikádor magazint látják, Gyimóth Éva vagyok, köszöntöm nézőinket. Stabil évet zárt a Bátaszéki önkormányzat 2020-ban, és így szilárd alapokról indulhat el a 2021-es esztendő, mondta Bozsolik Róbert polgármester évindító beszélgetésünkön. Elárulta, hogy bár nem a koronavírus járvány miatt, de hasonló pénzügyi nehézségekre számítanak a következő évben. 2020. januárjában nagy lendülettel vágott bele a tervek megvalósításába Bátaszékváros vezetése. Március közepéig úgy is gondolták, hogy minden zökkenőmentesen megy majd. 2020 városunk életében egy jeles évforduló, 25 éves volt a város. Terveztük azt, hogy euromókát rendezünk, szerettünk volna barátságoszlopot állítani. Tehát tele voltunk ötletekkel, elképzelésekkel. Úgy is tűnt, hogy a pénzügyi lehetőségeink is megengedhetik majd azt, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, hiszen jó évet zártunk 2019-ben, a 2020-as pénzügyi elképzelések is jól alakultak. Tehát egészen március 14-éig azt gondoltuk, hogy ez egy olyan év lesz a 2020-as, amire méltán büszkék lehetünk majd az évvégi elszámoláskor. Aztán 2020 márciusában újraírtuk a forgatókönyvet, hiszen néhány hét leforgása alatt rendkívüli jogrend került kihirdetésre, hiszen az egészségügyi helyzet indokoltá tette, hiszen a Covid vírus megjelent a világon és megjelent Magyarországon, és ebből adódóan az önkormányzatokra is új feladatok hárultak. A még szinte el sem fogadott költségvetés néhány nap múlva teljesen újra kellett szabni. Mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek a város működése szempontjából ugyan fontosak lettek volna, de mindenképpen át lehetett ütemezni, azokat elhagytuk, képeztünk egy olyan egyensúlyi tartalékot a költségvetésen belül, amihez baj esetén hozzá lehet nyúlni. Elkezdtünk felkészülni a Covid-ból adódó védekezési és megelőzési feladatokra, hiszen idős gondozásban egy új feladatellátást kellett kialakítani, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztály az idősek voltak. Egészségügyben az új helyzethez kellett igazodni, de ugye hát az oktatási és nevelési intézményeket is elérte gyakorlatilag a vírus, át kellett állni egy másik fajta nevelésre, egy másik fajta oktatásra. Például önkormányzati szinten óvodákat be kellett zárni, amire mondjuk nem nagyon volt példa az elmúlt évtizedekben. Közigazgatásban át kellett állni egy másfajta működésre, mi is elrendeltük a home office-t, otthonról dolgoztunk. Tehát egy sor kihívásnak kellett eleget tenni, és azt gondolom, hogy amikor elértük a nyár elejét, hiszen ugye júniusban véget ért úgymond az első hullámból adódó rendkívüli jogrend, akkor azt a következtetést vonhattuk le, hogy sikeresen tudtuk megoldani, sikeresen tudtunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Egy pillanatra fel is lélegeztünk, mert talán azt gondoltuk, hogy na akkor túl vagyunk a nehezén, és visszaállt az élet a rendes kerékvágásba. Végre voltak ismételten képviselőtestület ülések, hiszen tavasz folyamán első alkalommal nekünk településvezetőknek is egy új helyzethez kellett alkalmazkodni, hiszen rendkívüli jogrendből adódóan egyszemélyű település irányítással alakul át a működés. A polgármester ez alatt az idő alatt is folyamatosan kommunikált a képviselőkkel. A nyár kezdetével mindenki fellélegezhetett kicsit, ugyan korlátozások között, de már kisebb rendezvényeket meg lehetett tartani. Bátaszék is élt ezzel a lehetőséggel, minifesztiválokat és családi napokat szerveztek a helyi és környékbéli embereknek. Szeptembertől azonban újabb hullám érkezett hazánkba. A tavaszi időszak tapasztalatai alapján ismételten át gondoltuk az intézményeink működését, hogyan tudjuk a nevelési intézményeket működtetni, úgy, hogy az egészségügyi szabályokat betartsuk, nagyobb fokú fertőtlenítések, takarítások voltak annak érdekében, hogy intézményi szinten ezt meg lehessen oldani ezt a feladatot. Az idős gondozásban is visszaálltunk egy tavaszi működési rendre. Tettük ezt mind úgy, hogy folyamatosan figyeltük, hogy a város gazdálkodása és költségvetési helyzete az hogyan alakul az év folyamán. Hiszen az egészségügyi helyzet azért a gazdaságot is igen keményen megdolgozta. Egyéni szinten ugye
sok ember elvesztette a munkáját, vagy csökkentett munkaidőben tudott csak dolgozni. Kis és közepes vállalkozások működésében igen jelentős problémát okozott a vírushelyzet, és ez óvatatlanul az önkormányzatokra is kivetül, hiszen mi azért a kis és közepes vállalkozások, vagy a vállalkozások iparőzési adójából élünk jelentős mértékben az állami támogatások mellett. Tehát folyamatosan monitoroztuk, hogy hogy is alakulnak a bevételeink. Azt kell mondjuk, hogy a vírushelyzet Bátaszék önkormányzatának bevételi oldalát, ami iparőzési adó és adó szempontjából nézzük, nem érintette vészesen. Tehát mi tudtuk a vállalkozások által befizetett adóterveket teljesíteni, tehát ilyen szempontból stabilan tudtuk a költségvetésünket tartani. Kormányzati intézkedések minket is érintettek, hiszen a gépjárműadó eddig itt maradó részét az be kellett fizetni a központi költségvetésbe, ez mintegy 21 millió forint volt, illetve a védekezéshez kapcsolódó költségeket ugye önkormányzati saját forrásból kellett finanszírozni, ez akár a takarításokat, fertőtlenítéseket, védőmaszkokat, védőfelszereléseket illeti. És a szociális ágazatban dolgozókat is megjutalmazta az önkormányzat a helytállásukért. Azt lehet mondani, hogy a 2020-as esztendőt a körülményekhez képest jól zárta városunk. Folyamatosan stabilan tudtuk tartani a gazdálkodásunkat, a pénzügyi helyzetünk mindig stabil volt, likviditási gondjaink nem voltak. A csökkentett feladatot el tudtuk látni. Gondolok én itt arra, hogy az intézményi működésnek mindig megvoltak a pénzügyi és személyi feltételei, tehát ebben fennakadás nem volt a 2020-as esztendőben. Tekintettel arra, hogy a költségvetést folyamatosan át kellett gondolni, azért nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk végrehajtani ebben az esztendőben. Kisebb fejlesztési felújítások az intézmény rendszeren történtek, hiszen néhány épületnek a tetőszerkezetét megújítottuk, óvodában teraszt újítottunk föl, tehát azokat a szükséges felújítási karbantartási munkákat el tudtuk végezni, ami biztosítja az intézményeknek a működését. Tudtunk forrás biztosítani a civil szervezeteinknek is, bár azt gondolom, hogy a 2020-as esztendő azért a civil szervezetek életében is egy szomorúbb időszak volt, hiszen nem tudtak olyan társadalmi életet élni, nem tudtak olyan közösségi életet élni, ami megszokott volt Bátaszékre. Hiszen azért mi egy pezsgő társadalmi életet élünk itt, 31 néhány civil szervezettel. Ez a 2020-as esztendő, ez egy csendes év volt e tekintetben. Ettől függetlenül biztosítottuk a működésükhöz szükséges forrásokat, sőt, abban is megadtuk az engedményeket, hogy amennyiben nem tudták elkölteni ezeket az összegeket, már pedig nem nagyon tudták, hiszen nem voltak nagyon rendezvények, ezeket át tudják húzni 2021-ben is, és bízunk benne, hogy idén azért el fogják tudni költeni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a szociális ellátásokra ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest nagyobb pénzügyi keret állt rendelkezésre, sajnos indokolt is volt, hiszen családok is kerülhettek olyan krízishelyzetbe, akikkel korábban nem találkoztunk, őket is ki kellett segíteni. Illetve független attól, hogy veszélyhelyzeti időszak volt, vagy talán pont ezért a képviselőtestület egy új oltási formának a bevezetését is elindította az elmúlt esztendőben, hiszen a bárányhimlő oltása mellett az agyhártyagyulladás elleni védőoltási program is meg tudott indulni még a 2020-as esztendőben. A város költségvetésén belül az elmaradt rendezvényekkel lehetett a legnagyobb megtakarítást elérni. Egyik legköltségesebb, de legnépszerűbb rendezvényükről is le kellett mondaniuk, az 5. Bátaszéki pornapokról. A település városavatásának 25. évfordulóját szolidabb körülmények között ugyan, de meg tudták tartani. Azt gondolom, hogy a 25 éves évforduló pont tökéletes alkalom volt arra, hogy a város korábbi település vezetőjének, Bognár Jenőnek díszpolgári címet adományozott a képviselőtestület, ezzel is elismerve mindazt a munkát, amit a településért évtizedeken keresztül végzett.
És ez volt, azt lehet mondani, az utolsó olyan hivatalos rendezvényünk, amely szinte le is zárta a 2020-as esztendőt, mert ezt követően már nem tudtunk nyilvános rendezvényeket tartani. Egy kicsit próbáltunk rendezvénypótló megoldásokat kitalálni, hiszen az időseink számára a szokásos 70 éven felüli karácsony ünnepség helyett most egy üdvözlőlapot és egy kis emléket küldtünk, mint egy 900 levél formájában, amelyeket önkéntesek hordtak ki, és jutottak el az érintetteknek. A fiatalok városért elismerést szűk körben átadtuk azért a fiataljainknak, hiszen úgy gondoltuk, hogy ők tehetnek legkevésbé arról, hogy ez az egészségügyi helyzet így kialakult, viszont nem szerettük volna őket megfosztani attól az élménytől, hogy mindazt a munkát, amit 2020-ban a településünkért tettek, azt ne ismerjük el ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy mindent összevetve a kollégáim segítségével, vezető kollégák beosztottak, mindenki, aki az önkormányzat égisze alatt dolgozik, úgy tudtuk teljesíteni ezt a 2020-as esztendőt, hogy amit ki lehetett hozni ebből az évből, azt maximálisan kiosztuk. Pénzügyileg úgy zártuk az évet, hogy stabil alapot tudunk adni majd a 2021-es esztendőnek. Nekünk az a feladatunk településvezetőknek, hogy alkalmazkodva egy adott egészségügyi helyzethez, egy adott pénzügyi helyzethez, próbáljuk meg megtalálni azt a megoldást és azokat a megoldásokat, ami a város polgárai számára ebben a helyzetben is a lehető legjobb körülményeket tudja biztosítani. A polgármester elmondta, hogy a 2021-es esztendő sem lesz pénzügyileg könnyebb, mint az idei év volt. A pénzügyi helyzetünk valószínűleg rosszabb lesz, mint az elmúlt esztendőkben, hiszen kormányzati intézkedésből adódóan nekünk is szerepet kell vállalni az egészségügyi helyzet pénzügyi megoldásában. Egyrészt iparőzési adó tekintetében mintegy 50%-ra fog csökkenni a bevételünk, gépjárműadót már elvontak, szolidaritási adót kell fizessünk, amely nagyságrendekben mintegy 150-180 millió forintos bevétel kiesés fog eredményezni a 2021-es esztendőben. És ezt úgy kell megoldjuk, az ebből adódó forrás elvonást, hogy ebből lehető legkevesebbet érezzenek majd a városlakók. Tehát erre fogunk vállalkozni ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy a kollégáinkkal, képviselőtársakkal nagyon rövid időn belül megkezdjük az ötletelést, ha szabad így fogalmazni, hogy ezt hogyan is tudjuk majd megoldani, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az a 2021-es esztendő, 2021 is az egy nyerőszám, azért úgy múljon el majd a városunk életében, hogy lehetőleg ne kelljen olyan intézkedéseket meghozni, ami a mindennapokat nehezíteni fogja. Én azt kívánom Bátaszék város lakosságának, hogy a 2021-es esztendőt egészségben tudja megélni. Azt gondolom, hogy per pillanat ez egyik legfontosabb kívánalom mindenki számára. Kívánom azt, hogy ebben a helyzetben maradjon meg a derűje, maradjon meg az optimizmusa, és ha valóban összefogunk település szinten is, és országosan is, annak érdekében, hogy minél könnyebben vészeljük át az előttünk álló időszakot, akkor ennek az összefogásnak meg lesz az eredménye is. 2021-ben, amikor kocintunk majd a pezsgős pohárra, akkor azt tudjuk mondani majd, hogy hát nehezebbre számítottunk, de jól oldottuk meg. Ami egyesületünkben a legfontosabb, egymás segítése, vallja a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületének titkára. A szervezet ereje most a COVID-járvány idején mutatkozott meg igazán, amikor sok esetben azonnali támogatásra volt szükség. A Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete 1999-ben jött létre, először a Szexhelyi csoport partnereként, miután nem volt 10 család még az önálló szervezet indításához. Fél év kellett ahhoz, hogy döntés szülessen az önállóságról. Az tévedés, hogy csak sok gyerekes családok alkothatják a közösséget. Így volt ez a mostani titkár Simondiné Bánki Zita esetében is, aki kis családosként társult. 10 évvel ezelőtt csatlakoztam, akkor én még fodrászként dolgoztam,
és az egyik vendégem muszolására, hogy milyen jó, mert ez egy közösség, összetartó, jó programok vannak, próbáljuk ki. Akkor még nekem nem volt 3 gyerekem, de ugye ez a későbbiekben változott, és lehet csatlakozni, tehát nem kötelező itt 3 meg 4 gyereknek lenni, lehet csatlakozni támogató családként. Nagyon jó, mert mire nekik már 3-4 gyermekük lesz, addigra tökéletesen belerázódnak abba, hogy hogy kell egy nagy családot irányítani, mert azért azt lássuk be, egy egyedülálló, vagy egy egygyermekes, az teljesen másképp működik, mint egy sok gyermekes család. Ez így szépen lassan elindult. Az elmúlt esztendő sok tekintetben megnehezítette a nagy családok életét, és még fontosabbá vált a segítségnyújtás. Van olyan probléma, hogy azonnal segíteni kell, de ugyanezt elmondhatom a tagcsaládokról is. Tehát egy annyira jól összerázódott társaság, és ez most a Covid alatt nagyon-nagyon kijött, hogy tudunk egymásnak segíteni, és ott vagyunk. Egy nagy család jobban átérzi, hogyan tud segíteni, mint az, akinek kevesebb gyerek mellett kell vezetni a család mindennapjait. Mert átérzi. Tehát átérzi azt, hogy neki hogy kell megoldani a mindennapjait, és egy olyan családnál, ahol hirtelen felmerül egy probléma, jobban átérzik, hogy ez mekkora probléma lehet. Tehát most, ha az idei évről beszélünk, nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket. Nagyon sok gyereknek hirtelen át kellett állni az egyedül való tanulásra, mert akik dolgoznak, szülők, nem volt szabadság. Egyébként ez is egy nagyon... Egy 2 hét alatt átálltunk erre, kerestünk főiskolásokat, felsőfokú iskolában tanulókat, nyugdíjas tanárnéniket, és ilyen Skype-os, Facebook-os tanulócsoportokat alakítottunk ki, hogy így segítsük azokat a szülőket, akinek megvan a munkája, szabadsága nincsen, otthon maradni a gyerekkel nem tud, de a gyerek nem maradjon le. Próbálkozunk efelé haladni, hogy igenis az legyen az emberekben, hogy nem elfordulni, amikor valakinek segítségre van szüksége, hanem odaállni mellé, és én úgy gondolom, hogy ez nálunk az egyesületben nagyon jól megvalósul. A mi egyesületünk legfontosabb értéke az összetartás, mondja Zita. Mert ha ez nincs, akkor nem lehet előre haladni. Lehet önzőnek lenni, de nem érdemes. Tehát muszáj, hogy egymásnak segítsünk, és igenis gondoljunk arra, ha mi vagyunk ebben a helyzetben, nekünk mennyire esik jól az, hogyha valaki odaáll és segít, vagy azt mondja, hogy old meg. És mi erre próbáljuk a tagcsaládjainkat is vezetni. Ha abból indulok ki, hogy amikor nekem még egy gyerekem volt, hogy mennyire több mindent meg tudtam oldani egyedül, vagy abból indulok ki, hogy amikor már 3 gyerekem volt, meg ugye nekem vannak befogadott gyerekeim is, és hogy akkor mennyire jó volt az, hogy őket is arra tanítottam, hogy segíteni egymásnak. Főleg akkor, amikor elmentem dolgozni, és itt maradt a 3 gyerek. Tehát ha ők nem segítenek egymásnak, vagy nincs segítség, akkor baj van. Tehát akkor nem működik a család. Csoportban jobb dolgozni, mint önállóan, és ez számtalan alkalommal bizonyosodott már be. Erre próbáljuk nevelni a gyerekeinket, és ennek szellemében veszünk részt a város ügyeinek megsegítésében is. Mondja a Bátaszéki Nagy Családosok Egyesületének titkára. A bátaszékiek felkerültek egy országos játék online térképére. Hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte a Bátaszéki Marketing Nonprofit Kft. Egy olyan városi adventi kalendárium létrehozását, amelyik az ünnepi várakozásban méltó dísze lehet a településnek. Sok vállalkozó szellemű helyét sikerült megmozgatni, akik a saját házuk vagy lakásuk utcára néző ablakába varázsoltak egy számot az adventi naptárból. Lassan vízkereszt közeleg, és búcsút inthetünk a karácsonyi időszaknak. A rendkívüliség mellett hordozott magában örömöket is, és népszerűséget Bátaszék számára. Részesei lettek egy országos játéknak, melynek eredményeként felkerültek egy térképre. A kezdeményező a Bátaszék Nonprofit Marketing Kft. Volt. Láttam én is hasonlót más településeken is, de nem volt akkora divat, mint mondjuk már 2020-ban, amikor hivatalosan is mondjuk 268 település egy solymári kezdeményezés kapcsán egy internetes oldalon keresztül csatlakozott ehhez az egészhez. 2 nap alatt elfogytak az ablakok, mert hogy a játék lényege az volt, hogy 24 fő vagy 24 család választ vagy kap egy számot, és az utcafronti ablakot adventi kalendáriummal varázsolja.
Ezeket fényképeztük le és tettük közzé a város minden online felületén. Természetesen a vállalkozó szellemű családok között egy játékot is hirdettek, egy újévi malac kerül kisorsolásra. Aki legalább 20 ablakot megkeres, megtalál és lefényképez, és a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. E-mail címére elküldi, azok között kisorsolunk egy újévi malacot. És tavaly is érkezett sok jó megfejtés, kisorsoltuk, és a malacnak gazdája lett, illetve ez nem egészen pontos, mert hogy aki megnyerte a játékot, ő az élő malacsal nem tudott volna mit kezdeni. És ezt beváltottuk egy bátaszéki hentes üzletben fölhasználható, azonos értékű vásárlási utalványra, ezért a hölgy, aki megnyerte, családosként nagyon örült ennek a lehetőségnek. Ugyanezt hirdettük most meg ebben az évben, azzal kiegészítve, hogy az általam már említett Solymár település által létrehozott kezdeményezéshez is csatlakoztunk, tehát ahhoz a 268 településhez, amelyik az internetes felületen is országvilág számára láthatóvá tette, hogy csatlakozott a világító adventi kalendáriumok klubjához Magyarországon. Nos, az idei esztendő győztese a sorsoláson egy általános iskolás kislány lett. Arról egyelőre még nincs döntés, mi lesz a malaccal. Az ő sorsáról napokon belül születik majd döntés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!